Sziasztok! Ez most egy pupa bontogatós videó lesz, és hát felnyitottam már a dobozt, mert ilyenkor az olyan veszélybe van, hogyha megy a kamera. Ezek szerint túlzottan izgulok, hiszen a múltkor kipróbáltam azt, hogy na jó, csak itt vagdosok előttetek, és sikerült akkor is simán elvágni a kezem. Úgyhogy most megúvtam a kezemet, és felnyitottam a dobozt, hiszen nem néztem még bele. És kaptam már egy sajtóanyagot, de azt sem olvastam el, bár tudom nagyjából, hogy mi lesz a tavaszi szortimentjében a pupának, viszont azért nem tudom teljesen, mi van benne, mert ez sokkal nehezebb annál, úgyhogy lássuk is a doboz tartalmát. Ismét egy csodálatos doboz, és nagyon kíváncsi voltam már most a tavaszi újdonságaira a pupának, hiszen a téliek azok zseniálisan sikerültek. És így néz ki belülről a doboz, remélem, hogy látszik. Van benne két hatalmas termék, illetve egy csomagocska, abban vannak a smink termékek, és azt hagyom a végére. Előbb nézzük meg ezt a két dobozt. Kezdjük először ezzel. Hát nagyon-nagyon szép és mutatós és elegáns a csomagolása. És ez egy sűrű vaj állagú testápoló krém. És hát van rajta egy gyönyörű masni, úgy látom, hogy most rendhagyó módon fehér és arany masni került a piros és piros helyére. Nézzük, alig tudom kinyitni, de jó, akkor itt szedjük le, nagyon izgalmas. Szóval itt van oldalt a leírással, hogy mandulate és virág, hidratáló minden bőrtípusra, kozmetikailag kizárólag külső hatásra, bőrgyógyászatilag tesztelt és alacsony allergia kockázatú, amit már itt láttam, hogy parabénmentes, szilikonmentes, petróleummentes, alkoholmentes, szóval gyakorlatilag egy mindenmentes termékről van szó, hát nyilván illatanyagot ezt azért tartalmaz, nagyon-nagyon jó illata szokott lenni amúgy a puka termékeknek, és ó, de gyönyörű! Hát ez valami eszméletlen szép, ide nézzetek. És megnézzük milyen belül. Védő fóliával van lezárva. Hú, hát én erre kíváncsi vagyok, úgyhogy most nézzük meg, hogy milyen. Amúgy nem vagyok egy nagy testápolós, az egyetlen testápoló, amit el tudtam használni, és teljesen egyedül, segítség nélkül, az a pupának a testápolója volt. Úristen, de jó illata van. Abszolút ibolya illata van, de jó. Esküszöm, egy kicsit édesebb, de ibolya illata van. Úristen, de jó, ez szuper, ez fantasztikus. Ezt szerintem imádni fogom amúgy. És hát a csomagolása is nagyon elegáns, nagyon letisztult, nagyon szép. Nyilván fólia nélkül normálisabban záródik, mert ilyenkor, ha felnyitjuk ezt a lezárást, akkor minden olyan problémás. Nézzük a másikat, az is ugyanígy mindenmentes szintetus, fürdőtej, mandulatej és virágot tartalmaz, ez is. És hát ennek is gyönyörű a doboza is már. Most már kíváncsi vagyok, mert én ezeket a termékeket még nem is figyeltem amúgy a pupánál. Hát ez csodás. Ugyanígy ez a kidomborodó kis arany felirat. És 500 ml, amit én baromira szeretek, hogyha ilyen hatalmas kiszerelés, mert hát én pancsolom a tusfürdőket ki. Szerintem rengeteget használok belőlük. És ugyanez az ibolya. Először engem az ibolya, abszolút. Gyerekkoromban Tiszadobon a kastély környékén, meg szerintem most is, ha látogattok tavasszal ibolya virágzás idején a Tiszadobbi kastélyhoz, és bent a kastélypark, az telis tele van ibolyával, lilával, fehérrel, szünetmenetessel, gyönyörű, tehát tényleg eszméletlen, és hatalmas csokrokat szedtünk gyerekkoromban, óriásiakat, rengeteget, és ennek az illatára emlékeztet ez a tusfürdő, illetve testápoló, úgyhogy köszönöm már csak az emlékek miatt is. És akkor nézzük az izgalmasabb részét, legalábbis szerintem sokatokat inkább a smink termékek érdekelnek, mint a kozmetikumok, vagy így vegyesen, nem is tudom. Én inkább smink termékekre vagyok rákattalva, és próbálok most kíméletes lenni, és nem csörögni nagyon, de úgy látom, hogy ez nem fog menni. Szóval, amit én láttam a csomagolásokból, mert ugye már a
sajtóképekből azért láttam, sőt osztottam is meg az oldalon, az az, hogy nagyon kis, finom, elegáns, visszafogott, rózsaszínes nudosra sikerült a tavaszi kollekció, ami szerintem egy ilyen alap hangulatot megteremt, és tényleg a tavasz az ilyen kis, finom. Visszajövök, ha ezt kinyitottam, jó? Sikerült nagy nehezen kibontanom, nagyon megkínlódtam ezzel a mosnival, de legyőztem, és kezdjük két varázspálcával, méghozzá két ceruzával, amik ugye a Pink Mousse kollekciónak a tagjai, ez lesz a tavaszi kollekciónak a neve, és ez a 02-es, illetve 03-es árnyalat. Ezeket most azért nem fogom kibontani, mert nekem vannak szerintem hasonló színű ceruzáim, és majd valamilyen nyereményjátékba szeretnék betenni pupa termékeket ismét. Úgyhogy most ebből a kollekcióban lehet, hogy egy-két termék az úgy majd egy ilyen vegyes vágott nyereményjátékba fog landolni, legalábbis tervezek ilyesmit, ismét ilyen beauty box szerűséget vagy valamit. Az egyik, a 03-os, az ő lenne, és őt, ahogy tippelem így ránézésre csomagolás alapján, és a pupánál tök jó, mert csomagolás tényleg úgy sejteti, hogy mi lapul benne. Ez egy ilyen pezsgős árnyalat, és nekem ilyen szemceruzám már van, és ez egy kaját ceruza, vagyis mind a kettő, tehát nagyon puha, nagyon krémes, és én nagyon szeretem a pupának a ceruzáit, mert tényleg könnyű velük dolgozni, el lehet őket satírozni, nagyon krémesek, nagyon intenzív színűek, és ha megszáradnak, akkor viszont lerobbanthatatlanak, valamint fognak a vízvonalba is mindegyik ceruzájuk, úgyhogy tényleg kényelmes, kellemes és könnyű használni őket, úgyhogy a másik pedig egy fekete, abból is van már pár, vagy legalábbis sötét szürke. Szerintem ennek valaki nagyon nagy hasznát vehetni, és nem akarok mindig mindent megtartani magamnak, hanem nektek is azért próbálok visszaszórni ezekből a termékekből, amit csak lehet. És mostanában ezeknek a vegyes nyereményjátékoknak szerintem jobban örültök, amikor így több márka, több terméke, illetve mindenféle virágdoboz, ilyesmi is belekerül, mert szerintem ezek jobbak. De írjátok meg, hogy ti milyen játékoknak örülnétek, azokat mindig próbálom ezért úgy alakítani. A következő az mondjuk legyen ő. Ő egy balzsam. Egy olyok balzsam lesz, 0-01-es árnyalatban. Hát a csomagolása is nagyon szép, amúgy abszolút ilyen nude, ilyen finom arany körítéssel, tényleg olyan kis letisztultan elegáns, és húha, hát ez nagyon szép, ugye elsőre, most már csak arra kell, aha, lehúzós, és de gyönyörű, ezt nézzétek. Igazi finom kis rózsaszín, tápláló, hidratáló balzsam, gondolom. Biztos, hogy ad egy kis fényt is az ajkaknak, mindenesetre hidratálást egyértelműen. Most el sem fogom szorcsolni, mert ugye fotózni ezt szeretném. És hát tényleg nagyon kis elegáns a csomagolása is. Nagyon jól van vágva, én nagyon szeretem ezeket, kísértsük még egyszer a sorsot, szóval nagyon szeretem ezeket a fajta vágásokat, mert nagyon szépen lehet velük dolgozni, akár egy intenzív színű rúzsnál is. Így van, nézzük a következőt, ez egy gloss lesz. Ez egy nagyon fényes termék lesz a leírás alapján, tehát tippelném, hogy ez szájfény, és nekem ilyenekből már van. Vannak szájfényeim a pupától, és eszméletlen jó. Nagyon jól hidratálnak, nagyon krémesek, de nem az a ragacsos, meg nehéz érzés, hanem olyan könnyű, finom termékekről van szó, és nagyon jó az applikátoruk is, valamint ez egy nagyon finom rózsaszín, és vannak benne ilyen icipici, ezt nem fogjátok látni, de icipici rózsaszínes és egy picit pinkes csillámok, de annyira aprók, hogy abszolút nem látszanak, és hát megmutatom az applikátorát is, ami szerintem gyönyörű kis lekerekített macskanyelv formájú. Nagyon jól lehet precízen velük dolgozni, úgyhogy húha! Ez nagyon izgalmas. Nézzük tovább. Nézzünk két nagyobb terméket, ezeket. Az egyik, kezdjük a highlighterrel,
arra mindig nagyon kíváncsi vagyok. A pupa kiemelkedően jó highlighterekbe, és hát nézzétek, milyen gyönyörű, és már is összetapogattam. Hát igen, az új lenyomatot szereti gyűjteni, úgyhogy ha valaki erre bolyat tűletek, akkor nagyon egyszerű lesz az azonosítás új lenyomat alapján. Jaj, de vicces vagyok ma. De nagyon örülök, és ilyenkor egy csomó baromságot mondok. Hát igen, ez ugye a highlighternek van mondva, de szerintem inkább pirosító első ránézésre, vagy valami kicsit intenzívebb, rózsaszínes highlighter. Mondjuk én nagyon szeretem a színes highlightereket is, úgyhogy nagyon jó helyre kerültél, drágám. Valamint nagyon szeretem, hogyha maga pirosító is fényes, olyankor még a kontúrtól is el tudok tekinteni, és ugye ha kinyitjuk a másik ablakot, akkor itt van egy szivacs hozzá, valamint belül lapul ezen az oldalán egy tükröcske is, úgyhogy nagyon kis kompakt, barátságos termékről van szó. És krém highlighter, tehát ez egy krémes termék, és ez a 002-es árnyalata lesz, 7 g, tehát mondjuk láttátok, hogy jó nagy. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, főleg, hogy én krémes highlighterem még nem volt, hanem már mint olyan folyékony krémes highlightereim voltak csak, de krémes highlighterem az még bizony nem volt. Nézzük a következőt, ez a 005-ös számú paletta lesz, méghozzá szemfesték 4-es paletta, és ez olyasmi, mint az egyik karácsonyi kiadásnak volt a palettája, a szemhéj palettája, amit imádtam, és imádok a mai napig, mert nagyon sokszor nyúlok hozzá hétköznapokon, sőt, szerintem videóban is mutattam már, és nagyon hasonlít, de az ilyen arany szín kombinációs volt nyilván a karácsony miatt, ez pedig egy nagyon finom, nagyon szép kis rózsaszínes paletta. Színeit tekintve engem emlékeztet a tavalyi tavaszi kollekció színeire, bár az inkább lilás volt, mint rózsaszínes, és akkor szerettem meg a pasztel sminkeket annak hatására. Úgyhogy azt hiszem, hogy újabb szerelem kezdődik ennek a palettának köszönhetően. Gondolom ez is hiperpigmentált, mint a pupának az összes terméke, és hát reméljük, hogy nem porzik, és nincsen semmi hibája, de majd nyilván ezekről írok, hogyha találok bármit, amiben bele lehet kötni, akkor biztos azt is leírom. De én eddig a pupa szemfestékeiben nem csalódtam. Egy matt árnyalat volt, amivel voltak gondjaim, de az például vizesen tök jól működött, úgyhogy nagyon jó termékei vannak a márkának. Nézzük, a két szemhéjfesték is van, és metálosak lesznek. Kezdjük a 010-es árnyalattal. Bevallom, ezekre annyira nem is figyeltem, amikor nézegettem, úgyhogy most meglátjuk, hogy milyen... milyen nem figyeltél oda, Anikó, ez gyönyörű. Virágminta van bele nyomva, ugye hát tavasz nagy meglepetés, hogy virágmintájú, és gyönyörű szép szerintem, ez egy sötétbarna árnyalat, és hát ez a wow kategória, fémes, kíváncsi leszek, általában ezek az égetett szemhéj festékek, és ez szerintem égetett szemhéj púder, ezek vizesen is használhatók, és ott úgy szinte fólia fényességet ki lehet nyerni egy-egy fémes árnyalatból, tehát abszolút ilyen fém hatású, ez pedig alapból metálos, úgyhogy vissza a dobozba, hogy nehogy baja legyen. És a 008-as árnyalat, ami szerintem egy rózsaszín lesz vajon? Aha! De gyönyörű! Ő lenne az, ugye itt a pici kis applikátor, az a kezembe maradt, és gyönyörű szép. Hát igen, tud a pupa, és tényleg eszméletlen, és nagyon szeretem ezeket a belenyomott mintákat, tudom, ámulik, meg lekopik, meg... De nekem azért ad a lelki világomnak főleg eleinte, sőt, nagyon szépek balig merek belenyúlni, csak oldalt piszkálom, hogy ne tegyem tönkre a mintázatát. És van még két pupa körömlak, az egyik az egy gyönyörű rózsaszín a gel lak kiadásából, a géles hatásúból, ugyanolyan csomagolása van, mint szokott, 175 millis a kis üvegcse, és tök kicsinek tűnik, de nagyon kiadós termékről van szó. Volt egy körömlakja, ami ilyen matt metálos volt, fémes, de matt körömlakja, azt folyamatában használtam hónapokon keresztül. A másik körömlak pedig a csomagban arany glitteres, és mini glitterek is vannak, csillámok is vannak benne, tehát nagyobb és kisebb.
óarany és rendes arany árnyalat váltakozik, tehát nagyon különlegesen szép lakról van szó. Ezek a fedőlakok pedig lerobbanthatatlanok, mondjuk lemosni is épp elég nehéz őket ebből fakadóan, de ha egy ilyennel átmész a körmeden, akkor garantáltan ott marad. És ezekből biztos, hogy fogok beletenni, meg van még pár pupa a körömlakom, amit csak direkt nektek tartogatok majd valami játékba, de úgy általában szoktam is ilyesmit betenni játékba, mert tudom, hogy nagy körömlakozók vagytok ti is, nem csak én. Hát eszméletlen jól sikerült szerintem ismét a tavaszi kollekció, nagyon finom, nagyon nőies, hát a csomagolásáról nem is beszélve, ez a nude rózsaszínes árnyalat, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. A testápolóját azt nagyon szeretném már kipróbálni, ugyanis a négyek címes vagyok mostanában, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy fog teljesíteni. A tavasz meg az ősz az mindig ilyen kinyírja a bőröm kategória. És hát persze tusfürdővel ezzel meg este már barátkozni fogok a fürdőkádba. Hát ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, valamint írjátok meg, hogy miről olvasnátok legszívesebben legelőször. Előbb inkább a testápoló és tusfürdő kerüljön porondra, vagy maga a kollekció. Nyilván lesz egy-egy olyan darab a kollekcióban, amit szeretném, ha megnyernétek, úgyhogy arról csak így részben fogok szót ejteni. Lehet az egyik ceruzát kipróbálom, és csak a másik kerül játékba, még nem tudom, hogy azért tudjak beszámolni is a termékekről, hiszen kíváncsiak vagytok rá. Valamint írjátok meg, hogy nektek melyik termék tetszik a legjobban ezek közül, melyik terméket próbálnátok ki legszívesebben, és hogy hogy tetszik a mostani pupa kollekció. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, és sziasztok!